Régi mobiltelefonokat hoztak ezek a lányok a Pécsi Egyetemre. Itt a Szántó Kovács utcai épületben lehet ezektől megszabadulni úgy, hogy közben a környezetet, az élővilágot is védik az emberek. Szerintem fontos, hogy az, amit a földből kinyerünk, ezt vissza is juttassuk a lehető legtermészetesebb módon. Ezért is jó ez a program, amiben most részt vehetünk. Ez a program pedig a Passzold Vissza Tesó elnevezést viseli. 5 évvel ezelőtt a Jane Goodall Intézet, a Követ Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet közösen hirdette meg ezt a gyűjtőakciót, amelyhez a Pécsi Zöld Egyetem is csatlakozott 2019-ben. Az afrikai főemlősök élőhelyét védik ezzel. Azáltal védjük a kongói főemlősök élőhelyét, hogy a mobiltelefonban találhatok olyan fémek, mint például a koltán, amit ott bányásznak. És azáltal, hogy ezeket a telefonokat visszagyűjtjük, újrahasznosításra kerülnek, ezért az élőhelyükön kevesebb erdő fog, vagy több erdő fog igazából megmentésre kerülni, és ezáltal nyilván a gorillák is megtarthatják a kis élőhelyüket. A használt telefonokból kinyert fém és annak újrahasznosítása csökkenti az afrikai területen végzett bányászatot. A programhoz bárki csatlakozhat. 25 gyűjtőponton lehet leadni a mobilokat. Mindenkit arra kérünk, hogy otthon nézzen körül. Ha lapul a fiókban olyan mobil, ami nem használnak, nem szükséges, akkor a zöldegyetem.ptl.hu honlapon megtalálhatók a gyűjtőpontok. Vannak nyílt gyűjtőpontok is, ahova bárki bedobhatja a nem használaton kívüli mobiltelefonját. A Passzold Vissza Tesó program május 22-éig tart. Tavaly 3000 telefon gyűjtöttek vissza, ez 340,5 kg használt eszközt jelentett.